Hagyományteremtő szándékkal a társadalmi, gazdaság és kulturális élet prominens személyiségei köszöntötték az új esztendőt a Hímer házban. Méltósággal indítani az új évet, fontos feladat, hangsúlyozta Cserpakovics András polgármester. Az adventi időszakban nagyon sok olyan rendezvény, esemény van a városunkban, ami méltón zár le egy esztendőt. De nem volt eddig olyan rendezvény, ami méltón megnyitott volna egy esztendőt. Nem titkolt célunk tehát az, hogy a mai rendezvénnyel 2012-t úgymond elindítsuk. Miklós Erika az est házigazdája, kötelmektől mentes ember. A kicsi faluktól a többmilliós metropoliszokban is otthon érzi magát, szívében azonban székesfehérvári. Ez egy olyan újfajta kezdeményezés, ami igazából egy nagyon komoly és fontos szintere tud lenni a gazdasági, a helyi gazdasági élet és szellemi, kulturális élet meghatározó alakjainak. Tehát ez tényleg ez egy találkozási pont az év első hetében, ahol mindenféle dolgot alakítani lehet a város életét, kulturális és egyéb életét, úgyhogy mindenféleképpen ez nagyon újszerű szerintem a város életébe. Schiffer Miklós a döntéshozó grémium tagjaként nem csak elegáns, de gáláns is. Világpolgárként tudja, otthon lenni csak egy helyen lehetséges. Amikor elkezdtem Fehérvárra járni folyamatosabban, akkor mondtam, hogy ez olyan jó kis város. Hol van itt kulturális élet, hol vannak itt ilyen események, ezek kellenek, ezek jók. Ezek egy várost összehoznak, ezek egy városnak a hírét viszik, az itteni embereknek szerintem tartást adnak, meg hovatartozást adnak, és nagyon örültem, amikor ez a kezdeményezés elindult. Kökény Attila az est sztár vendégének boldogsága nem rejtőzködő. Azt vallja, dicsőség Székesfehérváron szerepelni. Ez már az ötödik koncert, így közösen az Erikának ugye megjelent a lemeze, a Másképp című album, és én azon egy dallal szerepelek vele, egy duett dalban ugyanúgy. Egy dolog bizonyos, 2012-ben megmutatkozhat, hogy a jókedv mellé mi társul a hétköznapokon.